Bár az időjárás sokáig kétségessé tette, az égiek mégis kegyesek voltak a több ezer bulizóhoz, akik a nyárzáró koncertre voltak kíváncsiak Győrben. Ráadásul meglepetés produkciót is láthatott a közönség, hiszen a rockabilly királyai, vagyis a Mystery Gang melegítette be a közönséget Kellis Rogers színpadra lépése előtt. A város egyébként összességében is mozgalmas nyáron van túl. Borkai Zsolt polgármester is azt mondta, az volt a cél, hogy minél színesebb legyen a program kínálat. Igyekeztünk együtt közösen olyan programokat hozni ebbe a városba, ahova nagyon sokan ellátogatnak, és a közösségi életet folyamatosan tudjuk bővíteni és erősíteni. És azt kell, hogy mondjam, hogy jól sikerült, hiszen a meglévő fesztiválok mellett újabb fesztiválokkal és számtalan nemzetközi eseménnyel, sporteseménnyel bővült az idei nyarunk, és nem utolsó sorban pedig a tegnapi napon sikerült megnyitni a 11. borfesztivált, ami remélhetőleg ugyanolyan sikeres lesz, mint az elmúlt időszakban volt. A polgármester beszélt arról is, hogy a következő nagy cél, hogy Európa kulturális fővárosa legyen Győr 2023-ban. Az már korábban elhangzott, hogy az amerikai Kellis összefogásból megvalósuló koncertjének egyfajta közösségformáló ereje van, ezzel pedig meg tudják mutatni, hogy milyen értékeket tud és szeretne a város közvetíteni, hogy elnyerje a címet. Kellis Rogers és zenekara a legnagyobb slágereket is előhúzta a tarsolyból, így nem kétséges, hogy méltóképpen sikerült lezárni az igencsak mozgalmas 2018-as győri nyarat.